Sziasztok! Én Soproni Tamás vagyok, Terézváros polgármestere és a Momentum fővárosi frakciójának vezetője. Itt vagyok a fővárosi városházán, amit valószínűleg a legtöbben rideg folyosóiról, a hosszú maratoni ülésekről, illetve a politikai csatározásokról ismertek. De ebben a teremben minden hónapban számos olyan döntést hozunk, amely a mi budapesteik mindennapjait határozza meg. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy videós összefoglalót is készítünk nektek ezekről a döntésekről. Kerpel Frónius Gábor, Havasi Gábor és Pikó András frakciótársaimmal együtt hiszünk ugyanis abban, hogy ez az a Budapest, ami szolidáris, ami zöld és ami szabad. Nézzük át, hogy mi történt az elmúlt egy hónapban. Terv szerint halad a Lánchíd felújítása. Újra a négy oroszlán őrzi a két hídfőt, helyreállították a Clark Ádám téri körforgalmat is, és elkezdődött a híres növényzet visszatelepítése. A Momentum a kezdetektől fogva azt az álláspontot képviselte, hogy a Lánchidat elsősorban a közösségi közlekedésnek adjuk vissza, mert ez az a Budapest, ami igazán élhető. Ha ti is ültetek korábban a 105-ösön, méterenként arra szólva a Lánchídon, akkor tudjátok, miért fontos, hogy a közösségi és a szelíd közlekedésnek adjunk zöld utat. Szóval decembertől szabad a pálya a buszoknak, taxiknak és kerékpárosoknak, jövőre a híd befejezésekor pedig gyalogosként is átsétálhatunk rajta Pestről Budára, vagy épp Budáról Pestre. Befejeződött a Blaha Lujza tér felújítása is, melyet Karácsony Gergely főpolgármester és Pikó András polgármester adtak át nekünk, budapestieknek. Összesen 80 fát ültettünk a megújult térre, ami eddig egy nagy összefüggő betonfelületként volt ismert. Zökkenőmentesen haladt tehát a felújítás, így a ligetes, fás találkozóhelyként újjászülető tér december elejére el is készült, újra birtokba vehetik a fővárosiak, mert ez az a Budapest, ami szebb és egészségesebb. Elkezdődött a tavaly nyertes közösségi költségvetési ötletek megvalósítása is. A novemberi közgyűlésen Kerpel Frónius Gábor, Momentumos főpolgármester helyettes, a következőket javasolta. 18. kerületben például befogadó játszótér és közösségi park épül, Ferencvárosban zöldebb és élhetőbb lesz a Mester utca, a 13. kerületben pedig közösségi funkciókkal bővítjük a Szent István parkot a közeljövőben. Beleszólnál te is a város formálásába? Oszd meg velünk, hogy szerinted mire fordítson 1 milliárd forintot a fővárosi önkormányzat a közösségi költségvetés keretében, és mondd el, mit látnál te szívesen a környékeden, vagy akár több helyen Budapesten. Add be az ötleted ezen a honlapon december végéig, mert ez az a Budapest, ami közösségben gondolkodik. Hajrá! Budapest 150 éves lesz. Kívánj valamit te is a te szülinapod alkalmából. A főváros 150. születésnapja alkalmából ugyanis 12 budapestit ajándékoz meg személyre szóló, egyedi Budapesthez kapcsolódó városélménnyel. Szeretnél egy vacsorát nyáron a budavári siklón? Xboxoznál egyet a haverokkal a városháza falára vetítve? Egy kikötésünk van csupán, a kívánságod legyen minél izgalmasabb, kreatív és nagyon budapesti. Ezen a linken tudtok jelentkezni. Boldog születésnapot! Szóval sok egyéb mellett persze, de ezek történtek az elmúlt egy hónapban Budapesten. Találkozunk legközelebb, de addig is kövessétek a Momentum Budapest Facebook oldalát, a Momentum YouTube csatornáját, mert tudjátok, ez az a Budapest. Sziasztok!